Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Korza vagyok. Ahogy a címből is láthatjátok, ezt a videót a Wallbangnek szenteltem, és e véget megpróbáltam a legélvezetesebb, leglátványosabb ilyen típusú klippeket, jeleneteket összegyűjteni, és nektek ezeket megmutatni. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a klippek igazából csak eszközként szolgálnak ahhoz, hogy néhány gondolatomat kellőképpen ki tudjam fejezni, és valamilyen szinten objektíven is megpróbáljam alátámasztani. Ennek a videónak a célja az, hogy egy nagyon erős ellenvéleményt, vagy más szavakkal tiltakozást fejezzek ki, néhány olyan típusú kijelentéssel szemben, amikre az utóbbi időben az online hantérben felfigyeltem, és megmondom őszintén, hogy azt gondolom, hogy ezek a kijelentések nagyon sok esetben nem állják meg a helyüket, illetve nem is igazak. Tehát egyszerűen nem igazak. És egy pár példát szeretnék adni, hogy mindenki értse, hogy mire gondolok. Az olyan típusú kijelentésekre gondolok, mint például ez a gyerek ez mindenen keresztül is ellő, ilyen jól lőni nem lehet, ez a gyerek ez csal, nincs hogy ilyen lehetetlen helyzetből ellőjön, ilyesmi nem létezik, és még sorolhatnám, de úgy gondolom, hogy értető, hogy melyik kategóriára szeretnék igazából ráfókuszálni. Nagyon fontos, és megkérek mindenkit, hogy tarts szem előtt, hogy amiket mondok, azokat 5 csillagos vagy annál magasabb lobbikra, lobbik alapján, illetve 5 és 6 csillagos játékosok és játékstílusok alapján mondok, amik nem feltétlenül érvényesek alacsonyabb MMR-re. És ezt nem arroganciából mondom, hanem tényként ebben az MMR bracketben játszom az esetek 98%-ában, úgyhogy úgy gondolom, hogy a véleményem erre, ezekre a lobbikra és ezekre a játékosokra, illetve erre a szintre érvényes. Anélkül, hogy belemenjünk a handban jelenlévő MMR és matchmaking rendszerbe és ennek a hibáiba, ami hibák miatt előfordulhat, hogy bizonyos 5 csillagos lobbikba nagyon nagy a játékosok közötti szintkülönbség, ami előidézhetne ilyen típusú kijelentéseket. Tehát anélkül, hogy belemenjünk ebbe a részbe, mert valószínű ez egy saját videót, egy külön videót érdemel, szeretnék rámutatni néhány olyan dologra, amiket legalábbis én személyesen szem előtt tartok, mielőtt egy másik játékossal szemben ítélkezem. Az egyik, és szerintem a legfontosabb ilyen, maga az óraszám. Tehát megkérek mindenkit, hogy úgy nézze ezeket a klippeket, amiket összeválogattam, hogy közel 6000 órán van ebben a játékban. Na most bármilyen mércével mérjük, ez a 6000 óra, ez szerintem sok időnek számít, és ahogy az előző videómban is megpróbáltam kifejteni, hogy ha valaki őszinte, egészséges hozzáállással tölt el ennyi időt, úgy a handban, mint bármilyen más tevékenységben, és mit értek őszinte hozzáállás alatt? Az, hogy az ember saját magába próbálja megtalálni a hibát, tehát nem a játékot hibáztatja, nem a játékosokat, nem a szervereket, nem az FPS-t és egyéb dolgokat, hanem mindig önkritikusan, őszintén megpróbálja saját magába megtalálni a hibát, és ezeket kijavítani, illetve ezeken dolgozni, akkor ennyi idő után egy ember képes nagyon magas szintre eljutni, úgy handba, mint bármi másba. És mit akarok igazán ezzel mondani? Az, hogy egy olyan játékos, akinek 3-4-5 ezer órája van a játékban, meglát egyből téged, potol, és egyből ráthúzza a célkeresztet és elhitel, illetve tudja, vagy érzi, hogy egy compoundon belül kb. Hol tartózkodhatsz, a társaid kb. Hol tartózkodnak, hogyan rotáltok, merre mozogtok, mit fogtok csinálni, és ugyanez elmondható nem csak compoundról, hanem különböző bosslerekről, épületekről, stb. Az igazából szerintem az a normális, tehát én ezt várom el egy magas MMR-ú játékostól. Érdemes egy másik szempontot is figyelembe venni, mégpedig azt, hogy az ilyen hurább idézőjelben lehetetlen lövések, ezek bármilyen játékos lövéseinek a nagyon kis százalékát teszik ki. Tehát falon keresztül tegyük fel, fejbe lősz valakit, vagy ugyanúgy, ha te vagy a kapófél falon keresztül fejbe lőnek, akkor az a halálaidnak a nagyon
kis százalékát teszik ki. Akkor lenne probléma, hogyha minden második meccsbe így halna meg valaki, akkor tényleg azt mondom, te ezzel a játékkal probléma van, a community az nem egészen tiszta. De ha objektíven nézzük a számokat, akkor nem ez történik. Nem szabad illetve elfelejteni, hogy a szerencse az mindig is egy tényező lesz, van akik bemákolnak, van amikor bemákolsz embereket, ezen túl kell lépni és el kell fogadni. Végezetül pedig szeretném a Hunt, a magyar Hunt közösségének egyik legkiemelkedőbb játékosát felhozni példának, Jámbor Gimit. Szeretném, ha nekem nem hisztek ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, nyugodtan kérdezzétek meg őt, illetve én is szeretnélek megkérni arra, hogy mutasd meg egy videó keretén belül, hogy milyeneket is lősz igazából, és kérlek mutasd meg, hogy a lehetetlennek tűnő lövések igaziból lehetségesek. Jó szórakozást a videóhoz! Nice. Bement. Kettő. Szar vagyok. Kites. Killelek. Rakjon egy kis negyedön, most a háznál egy szlopos sorban. Rosszul dobtam hányat. Még ott van a holla. Yes. Szerintem. Köszönjük rá az ajtót. Van bent. Bounty-ba hol van? Szeges. Szép. Micsodát! Kettő kiforgott ide jobbra az ajtóba, oda föl. Tag. Bement egy bosszlerbe. Nice, tartom. Nem viszi át ez a szar. Hol van? Nagyon szép. Sehol. Nice. I'm coming faster. Autos, hatos az egyik, tápalak. Vajon? Wow. Épp. Három. Teges a fal mögött. Vérzik, meghalt. There's one more. Ezt a jobbra nagyon. Valaki balról lőtt innen. Nagyon rossz helyen vagyok. Nagyon messze voltunk. Megyek rá, állj, futtok. Esett, fémtető maradt, fémtető maradt. Nagyon szép. Kösz a helpet. I got him. Oh, oh my god. What do I... What is life? I missed.
I didn't miss. Már szokték, vérzik. Túlz már el. Elvérzett. Ja nem, ott vérzik. Nagyon szép. Pont elég. Ennyi, GG. Lalalala. Upstairs, upstairs. Micsoda. Micsoda volt be. Itt volt kint. Itt volt. Hello? We kinda killed everyone for you, can you share the bounty please? Just one. He was just one. This is the consequences of your... Okay, watch out, there is a guy very close here. You can wallbang here, here. Oh, hit! Okay, I'm gonna take this in. Családi, családi van. Oh. Rajtam van egy kurva hullám. Jó. Fentről. De ez tőlem is nekes. Nice, nagyon szép. Fán. Igen. Bajba vagyok. Nem vagyok bajba, kösz. Te itt a palit! Igen, ott van. Nice. Másik most jön közelebb három. Poszterbe és a poszterbe. Nem tudom elmondani, tehát annyi össze-vissza. Itt valahol, meg itt közel is itt. Nem látom. Meghalt. Itt alatt. Ne hülye vagyok. Sem. Azt vagyok. Oh. Meghalt. Fuck, csak ez szó nekünk. Nice. Nézd is egyből kapom. Jajaj. Nice. Hé. Fikas. Nagyon szép.